1948-ban vezették be Magyarországon a két betűből és három számból álló rendszámtáblákat. Ahogy folyamatosan nőtt a járművek száma, 1958 őszén váltani kellett, ekkortól két betű és négy számból állt az azonosító. A máig használt három betű és három szám kiosztást 1990-ben vezették be. 2004. május 1-től változás rajta, hogy a magyar zászló helyett az EU szimbólum került a betűk elé, valamint környezetvédelmi és vizsgamatricát is elhelyeztek a táblán. Ez a karakterkiosztás 2022. június végéig volt érvényben. Július 1-től már csak új rendszámmal jönnek ki az új autók, vagy az elsőként forgalomba helyezett használt autók, amik külföldön jönnek be. Ez négy karakter és három számból áll, tehát az eddigi három karakter és három számos rendszámtáblák megszűntek, tehát abból már nem adnak ki többet. Ezek kicsit hasonlítanak a német rendszámokra, tehát ezt meg kell szokni a magyar szemnek, mert egy picit más formátumú. A négy karakter, a négy első karakter között a magyar címer látható, talán ebből meg lehet különböztetni a egyébként más rendszámos kocsiktól. Ezen az autó még a kereskedés felirata van a rendszám helyén, ez azt jelenti, hogy külföldről hozták be, és Magyarországon még nem volt forgalomba állítva. Azonban, ha ez megtörténik, már ilyen rendszámot fog kapni. Az utolsó kiadott 3-3-as kombináció a THW647 volt. Itt azonban meg kellett állni, hiszen sok ezt követő karakter speciális rendszámok része volt. Az utolsó karakterek azok már bizonyos speciális karakterek, tehát az X, a Z, azok már ki voltak adva, illetve ilyen egyéb lassú járművek, vámos ideiglenes rendszámokra azok már fel voltak használva, ebből kifolyólag gyakorlatilag elfogyott az Y, az X, a Z is már fel volt használva korábbi egyéb nem személyi kocsikra, hanem különböző lassú járművekre, meg ideiglenes rendszámokra. Az eddigi E, M, P, S, P és Z betűjelek helyett egységesen I betűjeleket adnak majd ki ideiglenes rendszámként. Ugyanakkor megmarad a lehetőség, hogy egyéni rendszámtáblát igényeljenek a tulajdonosok. Erre az új karakterkiosztás bőven ad lehetőséget. A felfokozott érdeklődést jelzi, hogy ha egy teljes évig ebben az ütemben fogynának az új táblák, több mint 430 ezer kellene belőlük. A Technológiai és Ipari Minisztérium számításai szerint új autók forgalomba helyezésének évente néhány százezres üteme mellett a négybetűs változat több száz évre elegendő lehet.